Két meccs, két győzelem, 8 szerzett gól. Így néz ki a Gyirmót FC ősze eddig. A kék-sárga együttes villámrajtot vett, amiből az új igazolások is kiveszik a részüket. Hellenbai Márk például Dorogon védő létére betalált a kapuba. Egy nagyon jó csapatszellem van, és mindenki tud egymásért küzdeni. Nem feltétlenül a személyes célokat fogalmazza meg mindenki, hanem egyértelműen a csapat célokat. Szeretnénk visszajutni az élvonalba, és ehhez mindenki 110%-ot beletesz a mérkőzésébe, és szerintem ezért alakult ki két ekkora arányú győzelem az első két fordulóba. A csapatnál viszont nem bízzák el magukat, sőt úgy számolnak, a vasárnapi Békés Csaba elleni meccs lehet az első igazi erőmérő. Heti ritmusban vagyunk, tehát ugyanaz, mint eddig, tehát igazából nem változott semmi. Próbáljuk a erősségeinket még jobban erősíteni, a gyengeségeinket meg majd javítani. Hát egy Békés Csaba az azért más mérkőzés lesz, úgy gondolom, hogy ők nyertek ott a hazai pályán, jól játszottak, egy hajtós, erőszakos meccset fogunk látni a hétvégén. Ami viszont most előny lehet a Gyirmót számára, az a hazai pálya. Azt vettem észre most is a dorogi mérkőzés, hogy idegenben kicsit nehezebb volt játszani, de szerintem hazai pályán mindenképp győzni kell. A találkozó vasárnap este 17:30-kor kezdődik az Alkufer stadionban.